A társasházi lakások egy-egy 5 literes gyűjtőedényt kapnak majd, a társasházak pedig egy 120 literes barna kukát. A biohulladék begyűjtési szolgáltatása a lakosság számára ingyenes. A konyhai gyűjtőedény könnyen kezelhető, szag- és kifolyásmentes. A családi házak számára is kiosztanak egy-egy 120 literes barna kukát, amelyet a megszokott módon kell a ház elé kihúzni a meghatározott napokon. A konyhai zöld és élelmiszer hulladékot gyűjtő kukában sokféle szerves hulladék elhelyezhető. Gyümölcsök és zöldségek maradékai, kávézac, teafű, tojáshéj, fűszerek, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények is. Fontos, hogy nem szabad beledobni csontot, az élelmiszerek csomagolását, porzsákot, porszűrőt, papírzsebkendőt, pelenkát. Tilos lesz a barna kukába helyezni a fák ágait, leveleit, gajakat, a kommunális hulladékot. A konyhai zöld és élelmiszer hulladékot biogázüzemekben hasznosítják újra, áramot és hőt állítanak elő belőle. A szolgáltatók januárban megkezdik a gyűjtőedények kiosztását, majd szemléletformáló kampányban ismertetik a részletes tudnivalókat. Várhatóan márciusra minden kijelölt társasházban elindul a tényleges begyűjtés.